Sziasztok! Szeretném bemutatni a jelenleg Lidl-ben akciós elektromos ütvecsavarozót. Ugye a dobozban megtalálható ez a gép. Egyébként kicsit a technikai adatokról. Papírforma szerint a lazítási nyomaték az 500 Nm, és a meghúzási nyomaték az pedig 100 Nm. Ez ugye azért van, hogy a kerékcsavarokat ne szorítsuk bele izomból a fékdobokba esetleg, vagy a kerékagyagba. Lehet látni a gép, vett a kezembe, elég jó fogása van, nem is nehéz. Elől ez itt valami spiáter, vagy alumínium öntvényház lehet. A csomagban találunk például tartalék szénkeféket, de hozzáteszem egyébként, hogy a legnagyobb előnye ennek a gépnek az, hogy 3 év garancia van rá, tehát nagyon sok ismerősöm pont ezért is merte megvásárolni. Lidl az nem nagyon szokott szarakodni ilyen garanciás dolgokkal, adnak egy másikat és kész. Elég jó vastag kábele van neki, tehát nem ez a nagyon vékony gagyi, ami az első pillanatban megtörik. Továbbá 4 darab fejet kapunk hozzá, egy 22-est, egy 21-est, egy 19-est és egy 17-eset. Szóval ennyi van igazából a táskában, és akkor nézzük meg most működését. Szóval én most csak szemléltetni szeretnék, majd nem egy berohadt csavarokról van szó, de azért rendesen le van húzva ezzel a gyári kerékkulcssal. Most nem fogok autót emelni, meg semmi ilyesmi. Fölhelyeztem rá a gépre a fejet. Lehet látni, hogy ez a fej nem szokott leesni, vagy nem tud leesni róla, mivel egy ilyen rugós, golyós beakadós tudszal van biztosítva, tehát elég fasza. És nem fogok ilyen szakkifejezéseket használni. Annyira nem szükséges, úgyis amatőröknek készül a videó. Ugye lazításra tesszük a gépet elsősorban. Miután beállítottuk, áttoltuk itt a kis kapcsolót lazításra, ráhelyezzük a izéket. Finoman lehet látni, eddig tartott a művelet. Ugye visszarakásnál, mondjuk én meg szoktam zsírozni a kerékcsavarokat, visszarakásnál érdemes egy picit bekapatni. Átbillentjük a kapcsolót. Ugye csak, hogyha rámenne már a nehéz így egy kézzel. Na. Lehet látni, hogy tökéletesen elracsnizik. Utána én még ez. Na szóval annyi maradt még le a videóról, véletlenül az ujjammal lenyomtam. Ugye rátettem még arra a csavarra, amit visszahúztunk, egy ilyen kézi kerékkulcsot, és akkor határozottan még azért rá lehet húzni, le kell ellenőrizni. Ennyit röviden és tömören, remélem, hogy jó szolgálatot fog tenni, és tartós lesz ez a kis elektromos ütvecsavarozó. Sziasztok!